Lehetett szeretni vagy utálni, de az tény, hogy hatalmas megdöbbenést keltett Berki Krisztián péntek reggeli halálhíre. A 41 éves celeb, influencer és tévés személyiség ereje teljében volt, legalábbis közösségi médiás jelenléte egyértelműen erre utalt. 2021 novemberében született meg második kislánya, aki már sohasem ismerheti meg az édesapját. És ez nagyon szomorú, bárhogy is nézzük, és legyünk akármilyen véleménnyel is Berki Krisztiánról. Ugyanis valószínűleg erre a halálhírre senki sem számított előre. Berki Krisztián 1980. július 1-én született Tatabányán. Szülei 9 éves korában elváltak, anyja alkoholbetegsége pedig erősen rányomta a bélyegét a gyerekkorára. 13 évesen elköltözött otthonról, és szakmunkás képzőbe járt, ahol villanyszerelőnek tanult. Tatabányán sok helyen dolgozott, többek között pincérként, majd később egy motorkereskedésben is. Később aktívan tevékenykedett labdarúgóként. 2004 és 2005 között az FTC szerződtetett labdarúgója volt. Rövid kapusi pályafutása után azonban 25 évesen kénytelen volt felhagyni a focival egy sérülés miatt. Két évvel később azonban 2007-ben a Ferencváros labdarúgó ZRT vezérigazgatója lett, és ezen a poszton maradt egészen 2010-ig. A médiában először 2013-ban tűnt fel az Édes Élet című realityben, ahol azonnal megosztó személyiséggé vált, és nagy port kavart stílusával és életvitelével. Állandó beszédtémát és indulatokat is generált, ami nyilvánvalóan előnyösnek számít egy valóságshowban. Nem túlzás, hogy a TV2 fedezte fel magának Berki karakterét, és ennek köszönhetően nagyjából minden nagyobb műsorban szerepeltették is. Berki Krisztián a sport és a reality sora és a műsorvezetés után belekóstolt a politikába is. Indult ugyanis a főpolgármesteri címért a 2019-es önkormányzati választáson. Ugyanezen év májusában különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás miatt egy év börtönbüntetésre és 5 millió forint vagyonelkobzásra ítélték. Bűnösségét beismerte, és felfüggesztett börtönbüntetést kapott. A bírósági ügyek pedig ismét csak fellángoltak a 2021 márciusában nyilvánosságra kerülő és nagy port kavaró büntetőfékezéses ügy miatt, ami bejárta az egész internetet is. Néhány kínos magyarázkodós videó Berkiék YouTube csatornáján is napvilágot látott. A büntetőfékezés miatt ismét felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. 2022 elején arról cikkeztek a bulvárlapok, hogy Berki Krisztián és felesége Mazsi között megromlott a kapcsolat, ám később már azt híresztelték, hogy kibékültek. Berki Krisztián május 5-én éjfél előtt nem sokkal halhatott meg. A halálhírt megelőzően a rendőrség korábban már járt a lakásuknál kiabálás miatt. A hivatalos közlemények szerint Berki Krisztián mellett kábítószer gyanús anyagot találtak.